A Dériné Művelődési Központ és Könyvtár ebben az évben is csatlakozott az országos könyvtári napokhoz. Számos program, rendezvény várt ehhez kapcsolódóan az érdeklődőkre. A Nem csak játék című előadáson Kis Gergely és Kósa Zoltán, a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület két tagja tartott élménybeszámolót, melynek témája a Kazasztánban megtartott nomád világjátékok voltak. A két fiatal ugyanis részt vett ezen az eseményen, és igencsak szép eredményt értek el a magyar válogatott tagjaként. Az eseményen elsőként Kovács Péterné, a Dériné Művelődési Központ és Városi Könyvtár munkatársa köszöntötte a két fiatalt és a megjelenteket. A világ legnagyobb hagyományőrző sportviadalát 5. alkalommal ez év szeptemberében, szeptember 7-től 13-áig rendezték, és több mint 2750 sportoló vett ezen részt. Magyarországot egy 47 főből álló válogatott képviselte, köztük a két karcagi fiatal, úgyhogy még egy tapsot szerintem. És hát persze nem csak ők, mert hát mindketten színpadi emberek, és a táncukban már olyan sokszor gyönyörködhettek a karcagiak, viszont gyermekkoruk óta a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület tagjai. Laikus világjáróként viszont ezelőtt nem hallottam jó magam erről a versenyről, és nagyon kíváncsian várom ezt az úti beszámolót. A két fiatalra nem csak Karcag városa, hanem a Pusztai Rókák Hagyományőrző Egyesület is nagyon büszke. Bene Sándor, az egyesület vezetője is méltatta és dicsérte a két fiatalt. A rendezvényen lehetőségünk volt beszélgetni Kósa Zoltánnal, aki beszélt riporterünknek arról, hogy milyen élményekkel gazdagodtak Kazasztánban, Asztanában. Mi a magyar válogatottban köböre nevű sportot játszottuk, ami egy csapat sport, egy lovas csapat sport, ahol az egész magyar delegáció az érentáblázaton 7. helyezettet ért el a 35 országból. Itt a rendezvényen körülbelül 50-en jelentek meg, ahol egy 3-4 órás előadást tartottunk az élményeinkről, a látottakról, az egész eseményről. Pluszba hoztunk, amit kaptunk a kazakoktól felszerelést, azt most itt a háttérben az látszik, hogy most azokat nézegetik az emberek. Kósa Zoltán hozzátette, hogy nagyon különleges élmény volt számukra a verseny. Az előadásukról és a kazak kultúráról is kérdeztük a fiatalt. Kazaksztán jó messze van tőlünk, teljesen más a, hát nem teljesen más a kultúra, de azért más a kultúra, főleg úgy, hogy körülbelül az ország 70%-a muszlim, de nagyon szeretik ott a magyarokat, amikor találkoztunk ott kazakokkal, mindig mondták, nem is az, hogy barátok vagyunk, hanem testvérek, és egyébként egy nagyon egyedi alkalom volt ez számomra, és nagyon remélem, hogy jövőre is megadatik ez a lehetőség, hogy kimehessek, és még jobb eredményt hozhassak el az országnak. A 45 perces előadásuk iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés. A fiatalabbaktól az idősebbekig minden korosztály képviseltette magát a rendezvényen. A két világjáró képeken mutatta be, milyen élményekkel gazdagodtak a nagyszabású világeseményen.